Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Szabóné Kálai Szilvia vagyok, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom alelnöke, a párt országgyűlési képviselőjelöltje Budapest 6-os számú választókerületében. Pártunk kezdeményezte a nemrég tragikusan és fiatalon elhunyt Balogh Lajos paci emlékére a kerületbe hozzunk létre az ő nevével fémjelzett helyet, paci közösségi teret. Balogh Lajos, vagy ahogy mindenki ismerte őt, paci nagy mértékben hozzájárult a 8. kerület kulturális élet pezsgéséhez. Ezért a szavazóitól bizalmat kapott az önkormányzati választáson, hogy legyen egy jobb, élhetőbb, színvonalas közösségi tér megalapítva. Mi az ő ügyét is kívánjuk képviselni a jövőben. Mellettem Rácz Szilárd, az ISZOM ügyvívője, aki elindította ezt a kezdeményezést. Balogh Lajos paci a barátom volt. Tragikus halála mai napig felfoghatatlan. Bő egy évvel ezelőtt kerestem meg pacit egy közösségi tér megalkotásának az ötletével, amelyben azonnal partner lett. Egy olyan közösségi teret képzeltünk el, ahol a 8. kerület lakosai megélhetik saját kulturális életüket és értékeiket, ahol minden elfér egy helyen, legyen az művészeti, kulturális, zenei élmény. A kerület képviselőjelöltjével, Szabóné Kálai Szilviával és pártunkkal azért dolgozunk, hogy legyen a kerületben paciról elnevezett közösségi tér.